magukat! Őrmester őrségbe! Igen is! Isten hite, az is a feltámadás dicsőségében.
Azt is jól tudjuk, hogy itt a Földön nincs maradandó lakásunk, és ami a legfontosabb, a pénz nem fog megmenteni a haláltól, se eddig, se ezután. Ez a valami több kell. Aki imádkozni akar összetett kézzel, az nem szégyed letérgyenni az Úristen előtt. És meg lelkismeretünket, hogy előtt szeretteinkért imádkozzunk, és mit mondtam el? Most is egy asztal köré gyűltünk össze. Amikor elmentjük Leventéhez, vagy akar a Ferenchez, vagy Lőrinchez, a családi házokban, biztos, hogy egy asztal, ahová lejtettek, megkínáltak mindenfajta főgyóból. És adjátok a szeretet, most persze beszélek a Leventéről is, amely mindannyiunkat, mindenkor fogadott. És már csak ezért is tartozunk neki. Alleluia, alleluia. Thank you.
Simóka, jó, jó, jó. Tisztelt szentegyháziak, tisztelt polgármester úr, kedves vendégeink, mindenféle rendű és rangú hadinépek. A Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület nevében szeretettel köszöntöm minden kedves honfitársamat a 12. őszi hadjárat nyitó ünnepségén. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm körünkben dr. Csige Sándor és dr. Farkas Balázs konzulurakat, valamint testvértelepüléseink küldöttségeit. Ma ismét fordult egyet az időkereke Szentegyházán, megelevenedett a történelem, hiszen az ünnepi szentmisével immáron 12. alkalommal vette kezdetét az őszi hadjárat. Bevallom, ezen a napon minden esztendőben gyalog jövök a nyitó ünnepségre. Nem csak azért, mert nincs lovam, már pedig ezen a napon ez lenne stílusos, hanem mert amíg a templomig érek, igazi időutazásnak lehetek részese. Minden irányból népviseletbe öltözött helybéliek és vendégek érkeznek, a laktanyához közeledve huszárok, tűzérek és más hagyományőrző csapatok rendezik soraikat az ünnepre készülődve. Kardok villannak, sarkantyúk pegnek, zászlók lobognak. Felemelő érzés ezekben az órákban végigmenni a falu utcáin. Az öröm, a büszkeség, a hála érzése az, ami ilyenkor eltölti mindannyiunk szívét. Örülünk, hogy ilyen színes és érdekes eseményeknek lehetünk részesei. Büszkék vagyunk magyar múltunkra, és hálásak vagyunk elődeinknek azért, amit a hazáért, a szabadságért, népünkért tettek. Hálával és tisztelettel adózzunk tehát a szabadságharc hőseinek, elsősorban azoknak, kiknek neve fémjelzi a mai napot. Hiszen napra pontosan, éppen 168 évvel ezelőtt végezték ki Aradon a szabadságharc 13 tábornokát. Áldozatuk tiszteletet érdemel, példájuk kötelez. Arra kötelez, hogy tegyünk meg mindent, amit a szabadság eszménye követél. Mert csak így tehetjük majdan mi is magunkévá Nagy Sándor József tábornok utolsó szavait. De rettenetes volna az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Felkérem Molnár Tibor, Szentegyháza város polgármesterét tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, tisztelt szentegyháziak, kedves hagyományőrzők! Emlékezni gyűltünk össze ide a templomtérre, ahol lassan körülvesznek bennünket a hőseink, neves elődeink tiszteletére állított emlékművek, emlékplakettek. Ez minden bizonyíték arra, hogy Szentegyháza népe tisztelettel adózik elődei, hősei előtt, tisztelettel emlékezik meg a nemzet nagy történelmi eseményeire. Október 6-án 13 aradi vértanira emlékezünk, akik életüket, fiatalságukat és jövőjüket adták a szabadságharcért, a nemzetért. Nagy áldozatot hoz, aki a hazáért és nemzetért az életét adja. Életüket adták azok a tisztek, főtisztek, tábornokok, akik erejükkel, tudásukkal, munkájukkal mások javát szolgálták. De kik voltak ezek a vezetők? Mindannyian hivatásos katonák, hétköznapi emberek, akik élték a maguk mindennapi józan kaszárnya életét, gondoskodtak a rájuk bízott legénységről. Udvaroltak, nősültek, gyereket neveltek. Éltek, s keresték a boldogságukat, mint minden ember, mint bármelyikünk. Mégis elhagyták családjukat, és vállalták a fegyveres harcot, hogy naponta szembenézzenek a halállal. Ezek a hasztelek hősökké vált katonák, honvédtisztek az utolsó pillanatig reménykedtek a kegyelemben, de az akkori igazságszolgáltatás árulóként kezelte őket, és hiába voltak császárpárti érvelések, az Aradon fogva tartott 13 honvédtiszt mindegyikét kivégezték. Micsoda fényes deputáció megy Isten őfelsége elé,
hogy a magyarok ügyében reprezentáljon. Mondott a Pöltenberg elnő tábornok társainak azon a bizonyos október 6-ai napon. A haláluk előtt papírra vetett búcsúlevelek tanúsága szerint a vértanúk lelkében két dolog előzi meg az önsajnálatot: a hazaszeretet és a család. Az aradiak példája nagyon értékes örökség. Olyan örökség, amelyet egyrésztről ismernünk kell, másrésztről ápolnunk kell. Meg kell ismernünk a történetüket, hogy megérthessük, milyen nagy dolgot vittek ők valójában végbe. Meg kell ismernünk a 48-49-es történelmi események mozzanatait, hogy megérthessük elődeink egy eszmét folytatott küzdelmét, hogy erőt meríthessünk az ő példájukból. A toborzó hadjáratok alkalmával ezeket a történeteket elevenítjük fel, hogy magyarságtudatunkat erősítsük, hagyományainkat ápoljuk és továbbadjuk. Tisztelt katonák, huszárok, hadbavonulók! A történelem most is íródik. A történelmünket mi magunk írjuk, de nem magunknak, hanem a gyermekeinknek, az unokáinknak és az ők unokáinak. Azért indulunk holnap jelképesen hadba, hogy felvegyük a harcot a feledéssel, nem felejtjük el a magyarságunkat, nem mondunk le a szabadságunkról, és nem mondunk le az életről sem. Büszkén vonuljon mindenki az idei őszi hadjáraton. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen a polgármester úr ünnepi gondolatait. A továbbiakban kérem, hallgassák meg dr. Farkas Balázs ügyvívő konzul urat, aki Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa képviseletében szól hozzánk. Tehát, hölgyeim és uraim, nem engedjék meg, hogy egy 1848-as anekdotát osszak meg önökkel. Történt pedig 10 évvel a szabadságharc leverése után, a sötét önkényuralom éveiben, hogy Bernát Gáspár egy pesti utcán összetalálkozott Király Pállal, az egykori Vitéz 48-as honvéddal. Királyt a forradalom leverése után büntetésből beosztották az osztrák hadseregbe, és hosszú ideig szülőföldjétől távol ette az idegen keserű kenyerét. Király így szólt barátjához: arra kérnélek, mondj valami jó magyaros helyet, ahol nincsenek besúgók, és tisztességes emberek közt ehetik és lakhatik az ember. Barátom, felelte Bernát, akkor eredj az Alancsas fogadóba, ott még nem tudják, hogy vége van forradalomnak. Tisztelt hölgyeim és uraim, keserédes anekdota ez, hiszen egyszer érzékelteti a szomorú valóságot, és azt, hogy voltak olyanok, akik ezt a valóságot nem akarták tudomásul venni. Miközben talán mosolygunk a frappáns válaszon, azt is tegyük hozzá, az Aranysasban lévő emberek voltak azok, akik ébren tartották a szabadság és igazság szeretetet, a meg nem alkuvást, vagyis mindazt, ami a forradalmat jelentette. Számunkra tehát bizonyos értelemben nem ért véget, nem érhetett véget a forradalom. Király Pál is, akinek neve ebben az anekdotában maradt fenn, számos más vitéz honvédtársához hasonlóan csupán azt tette, amit a lelkiismerete diktált. Hűséges maradt a szabadságharc emlékéhez, szelleméhez. Talán egy picit mások helyett is, akik beletörődtek abba, ami volt, és tudomásul vették a szomorú valóságot. Mint ahogy minden magyar honvéd egy picit másokért és mások helyett hozta meg a legnagyobb áldozatot. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt huszárok! Akár úgy tűnhet, hogy október 6-a az aradi vértanúk napja talán túl szomorú látom ahhoz, hogy toborzást hirdessenek. Pedig a szabadságharc egykor a toborzással indult, és Szentegyházáról és a környékről is sokan sereglettek 48 őszén a forradalom zászlaja alá. 1848-49-ben ugyanaz a szabadságvágy, igazságszeretet és önfeláldozás volt jelen a toborzáskor az emberekben, mint később a hősi csatákban való bátor helytállásban. És ugyanez a szellemiség tette lehetővé, hogy a tragikus pillanatokban emelt fővel, méltósággal tudjanak szembenézni a halállal. És végül ez a szellemiség volt jelen az 1849 után is azokban, akik a sötét önkényben is ébren tartották a szabadságharc eszméit. Tisztelt hölgyeim és uraim! Joggal lehetünk büszkék a Szentegyházi huszártoborzóra, erre a szép és méltóságteljes emlék megidézésre. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy több ez hagyományápolásnál, több, mint a szép huszár egyenruhák felvonulása.
Egy kicsit talán felidéződik az az érzésvilág, amit egykor a szabadságért, az igazságos ügyért hadba induló honvédek, huszárok átélhettek. Olyan ez egy kicsit, hogy valahányszor felcsendül a Kossuth nóta, valahányszor itt Szentegyházán toborzót hirdetnek, mintha itt sem akarnák tudni, hogy már nagyon régen vége a forradalomnak. Vagyis ez itt és most azt jelenti, hogy mi sem mondunk le a szabadság, igazság és hazaszeretetről, és a magunk módján készek is vagyunk érte tenni. Tisztelt szentegyháziak, igen, tisztelt huszárok! Önöknek köszönhetően, mint a mindannyian egy kicsit közelebb kerülnénk annak az igazságához, hogy ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Köszönöm, megtisztelő figyelmet! Köszönjük a konzul úrnak a buzdító szavakat! Októberi ünnepségeinket hagyománnyá vált, hogy kerekévfordulók apropóján olyan eseményekre vagy személyekre is emlékezünk, amelyek vagy akik nem feltétlenül szorosan kapcsolódnak a 48-49-es szabadságharchoz, de annál jobban kötődnek szűkebb környezetünk múltjához. Két évvel ezelőtt Gróf Mikó Imréről és az aradi szabadságszoborról hallhattunk, a tavaly az 1916-os székely menekülésnek volt centenáriuma, és állítottunk emléket a szentegyházas faldi áldozatoknak. Az idei meghívón Deák Ferenc idézet áll. Kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatni semmiért nem szabad. Deák Ferenc, a haza bölcse, ahogy sokan nevezik, a szabadságharc leverése utáni önkényuralmi időszakban a passzív ellenállási mozgalom vezetője. Szorgalmazta az adófizetés kollektív megtagadását, az állami beosztások, hivatalok vállalásának megtagadását, választásoktól való tábormaradást, sorkatonai szolgálat megtagadását. Ausztria kezdte belátni, hogy ki kell egyeznie a magyarokkal, mert elveszítheti nagyhatalmi státuszát. Deák pedig elismerte, ha nem enged, akkor hazánk örökre szolganép maradhat. Deák Ferenc nevéhez szorosan kötődik a kiegyezés, melynek az idén van a 150. évfordulója. A kiegyezés a Habsburg uralkodóház, pontosabban annak feje, első Ferenc József és Deák Ferenc és Andrássy Gyula gróf vezette magyar tárgyaló delegáció között 1867 elején született megállapodások összefoglaló elnevezése. A kiegyezési törvényekkel lezárult az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kötődő és az ezt követő osztrák-magyar ellenségeskedés időszaka és egy teljesen új korszak, a dualizmus vette kezdetét. Mindannyiunk számára ismerősek történelmünkből azok a kifejezések, melyek egy-egy jelentős konfliktus helyzet befejezésére utalnak, jelezve azok kimenetelét is a magyarokra nézve. Csak példaként említenék néhányat. Nándorfehérvári győzelem, Mohácsi vész, Karloczai béke, világosi fegyverletétel, 1867-es kiegyezés. Ahogy gondolatban végigfutottam az évszázadokon, Trianon is eszembe jutott, bár nyelvtanilag sehogy sem illik a sorba. Hiszen nem jelző szószerkezetben, hanem legtöbbször a Wessen-Trianon felszólító mondatban használjuk. Talán azért, mert ez a konfliktus még nincs befejezve. Talán még nincs veszve. Visszatérve a kiegyezéshez, Dejákék döntését sokan támadták, úgy kortársai, mint későbbi történészek és politikusok, hiszen a március 15-i követelésekből jó néhány nem, vagy csak részben valósult meg. Nekünk itt és most nem tisztünk ítéletet mondani ebben az ügyben. A mi feladatunk az, hogy a tanulságokat levonjuk, és a mostani helyzetünkben a lehető legbölcsebb döntéseket hozzuk. A magyar értelmező kézi szótár szerint a kiegyezik ige elsődleges jelentése a megegyezik, ami kölcsönösséget sugal, másodlagos jelentése pedig beleegyezik, megbékél valamivel. Erre figyeljünk tehát mindannyian, nagy politikusok és egyszerű emberek. Kivel egyezkedünk és mi a tét? Megegyezünk vagy kiegyezünk? Nem mindegy. Néhány hete Vásárhelyen a katolikus iskolájáért felszólaló diáklány szónoklatában nem próbált egyezkedni. Minden mondatát így kezdte. Elegünk van. Az elmúlt vasárnap a katalánok nem egyezkedtek sem a madridi vezetéssel, sem a rohamrendőrökkel. Kezükbe vették sorsok irányítását, és maguk döntöttek. Nem egyezkedett a 13 aradi tábornok sem. A szabadságért a legnagyobb áldozatot is meghozták, amit ember hozhat. Adja Isten, hogy kis Ernő tábornok utolsó szavai
meghallgatásra találjanak. Istenem, az ifjuk, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e. Árpádok dicső szentjei, vírasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusai legyen a szívük, és a hazái az életük. Adja Isten, hogy mi az újkor fiai, a nagyhősök méltó utódai lehessünk. Felkérem tisztelettel a jelenlévőket, hogy énekeljük el közösen az aradi 13 vértanú énekét. Tárogatón kísér Benedek Szilárd.
éjszakát köszönj kiámra. Huszárok tiszteletnek.
honvéd vadászokhoz. Szarvasváros küldöttsége. És végezetül a Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület tisztelek a hősök emléke előtt. Elnézést, nem volt bejelentve, a Bihar Diószegi Gróf Széchenyi István Huszár Egyesület nevében koszorúznak. Thank you.
Amennyiben valaki még nem jelezte koszorúzási szándékát, de szeretné megtenni, az akkor kérem, hogy most tegye meg. Az évfordulók sorát felemlegetve nem feledhetjük, hogy az idén Szent László emlékévet ünnepelünk. Mai rendezvényünkön egy kiállítással tisztelgünk a Lovak király emléke előtt, melynek megnyitójára a Gábor Áron Művelődési Ház előterében kerül sor rögtön a levonulás után. Mindenkit szeretettel várunk úgy a kiállítás megnyitóra, mint a 8 órától kezdődő gyermekfilharmónia és a Szentegyházi Huszárok közös ünnepi koncertjére. Köszönöm meg tisztelt egyházi és világi elöljárók, tisztelt ünneplő közösség.
tisztelettel köszöntöm a Szabadságharc 1848. évi erdélyi toborzó körútját felelevenítő őszi hadjárathoz kapcsolódó szentegyházi rendezvény résztvevőit. Szent László király hősies lelkületét, lovagiasságát, országépítő uralkodását, sok évszázada csodája. Nem csak óriás termetével, hanem államférfiúi lelkületével, hadvezéri képességeivel, törvényhozói teljesítményével és mély keresztény hitével is magasan kiemelkedik uralkodói közül. Szent László király megvédelmezte Magyarország határait, törvényeivel rendet teremtett az országban, és felismerte, hogy a nemzet fennmaradásának záloga a keresztény hitvédelme. Trónra lépésének 940. szentélyogatásának 825. évfordulója alkalmából 2017-es esztendőt a Magyarország gyűlés Szent László emlékévé nyilvánította, a Nemzetpolitikai Államtitkárság pedig egész éves programsorozatot hirdetett a lovak király tiszteletére. A programok célja, hogy Kárpát-medence szerte kiállításokkal, konferenciákkal, tanulmányi vetélkedőkkel, ifjúsági programokkal emlékezzünk a nagy lovak királyra, és a világnak a legtöbb keresztény szentet adó királyi dinasztia az Árpád-ház uralkodóinak dicső korszakára. A Szent Lászlóé kiemelt programja a most Szentegyházán bemutatásra kerülő vándorkiállítás is, amelyet az év során eddig közel 100 helyszínen volt már alkalmunk bemutatni. Szent László király személye minket, magyarokat emlékeztet arra, hogy országhatárokon átívelően ma is összeköt bennünket közös történelmünk, múltunk hőseink, édesanyanyelvünk és keresztény. Hisszük, hogy Európa jövője nem képzelhető el a kereszténység nélkül, és a jövő építéséhez elengedhetetlen múltunk ismerete. Meggyőződéssel valljuk, hogy nekünk, magyaroknak az elmúlt évszázadokhoz hasonlóan ma, a 21. században is van feladatunk és felelősségünk a keresztény gyökerű európai civilizáció védelmében. Köszönjük a szentegyházi huszároknak, a híres szentegyházi gyermekfilharmónia tagjainak és minden székely magyar testvérünknek, hogy a közös hagyományainkat ápolják, hiszen ez jelenti megmaradásunk zálogát. A Szent László év tanácsadó testülete nevében köszönöm a szervezésben résztvevőknek, különösen Mihály József huszárkapitánynak, hogy Szentegyházán is bemutathatjuk a Szent László év vándor kiállítását. Bízom benne, hogy a Szent László király emlékének felidézése hozzájárulhat hitünk és hazaszeretetünk elmélyítéséhez. Felemelő ünneplést és emlékezést kívánva, őszinte nagyra becsüléssel, Gaal Gergely, országgyűlési képviselő, a Szent László év tanácsadó testületének elnöke. Köszönöm szépen megtiszteltetek! Meg lehet nézni, és további programokba bekapcsolódni.